Bori vonaton utazik. Szia! 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 Jó utat! Sziasztok! Üdvözlöm a nagy éjékat! Jó! Szia, apa! Szia! Apa, el! Mehetünk? Most a vonathoz megyünk! Igen, oda. Bejössz a váróba? Megyek. Add a kezed, Jakab. Akkor kezdődjön az utazás. Na, hát! Gyerekek, mindig maradjatok mellettem. Jó! Húzzál engem! Anya, ők mit csinálnak? Az ott a pénztár. Jegyet árulnak és információt adnak. Például a vonatok menetrendjéről és a csatlakozásokról. Oda megyünk mi is? Nekünk nem kell. Én már korábban megvettem a jegyünket. Nézzük meg, melyik vágányról indul a vonatunk. Látjátok a kijelzőt? Mennyi vonat indul innen? Honnan indul a miénk? A 11-esről. Látjátok az 1-est? És mögötte még egyet? Igen, én látom. Akkor keressük meg a 11-es vágányt. Jó! Hűha, jó sok sín van. Anya, most jött egy vonat. Az egy gyors vonat. Megvan, én már látom. 1 és 1, az 11, ugye? Igen, az a jó vágány. Gyertek, inkább menjünk a lifttel. Ne a lépcsőn cipeljük le a bőrönbe. De jó, megnyomhatom. Persze. Lefelé? Igen, az a jó. Juhu! Majd később, ha átszállunk, de előbb vonatozunk. Ó, nézd, Jakab, itt jön egy vonat. Az 5-ös kocsiba szól a jegyünk. A kocsinak van száma? Így könnyebben megtaláljuk a helyünket. Saját helyünk is lesz. Igen, mert váltottam helyjegyet is. De miért? Előre megvettem, hogy biztosan legyen ülőhelyünk. Mikor indul a vonat? Úgy 10 perc múlva. Gyorsan, nehogy lekéssük. Anya, anya, megtaláltam az 5-öst. Nagyon ügyes vagy. Már ismered a számokat? Igen, mindjárt iskolás leszek. És azt is tudod, hogy ez milyen vonat? Nem. Apa azt mondta, sokkal gyorsabban megy a vonat, mint ha autóval mennénk. Igaza volt. Ez egy Intercity járat. Sokkal gyorsabb, mint az autó. Nos, lassan indulunk. Szálljatok be. Hallottátok, gyerekek? Beszállás. Jó, megyünk. Hurrá! Vigyázz, lépcső. Várjatok meg. Az micsoda? Egy vasutas síp. Megfújhatom. Sajnos nem. Ha a mozdonyvezető meghallja a sípot, akkor bezárja az ajtókat. Azt hiszi, hogy mindenki felszállt, és indulhatunk. De kár. Gyere, Jakab. A Kalausz bácsi visszamegy a perronra, mi pedig a helyünkre. Jól van. Á, ez a helyünk. Beültök az ablakhoz. De jó, asztalunk is van. Á, 34-es, itt ülök. Segíthetek valamit? Ó, köszönöm. Igen, nagyon kedves. Szívesen. Az ott a helyünknek a száma? Pontosan. Sziasztok! Szia! Neked is van kifestőd? Nem, ez csak egy hordozható számítógép. Ott a bácsi a síppal! Szia! Köszönni akarok neki! Hogy nyílik ki az ablak? Ezt az ablakot nem lehet kinyitni. A vonat olyan gyors, hogyha menet közben kihajolnánk. Lerepülne a hajunk! Le? Valószínűleg.
Nagyon veszélyes kihajolni. Ó, jó, indulunk! Az étkezőkocsi a vonat közepén. Hallottad, van étkezőkocsi is. Van, de mi is hoztunk valami finomat. Igen? De mit? Meglepetés zsömlét. De jó! Oda néz, Jakab! Hus, 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 hus. Na hát, nézd, tehenek! Hus, hus, nézd, ló, lovak! Hus, 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 hus. Miért mondod azt, hogy hús? Mert ez az oszlopok hangja. Vagy úgy? Kérem a jegyeket. Ha? Parancsoljon. Köszönöm szépen. Ah, nem igaz. Pedig itt vannak. Semmi gond, hölgyem. Majd később visszajövök. Jaj, ne! Várjon még! Megvan. Igen? Nagyszerű. Nos, köszönöm. Viszlát. Kellemes utat. Köszönjük. Megnézhetem. Hát persze. Mi van rajta? Rajta van a vonat száma, a célállomás, a dátum és az indulás időpontja. Aha. Kérek inni. Kérek én is. Tessék, igyál. Köszönöm. Köszönöm. Nem ennétek egy banánt? Nem. Hamarosan megérkezünk Hannoverbe. Üres. Ez is. Remek, ott van a szemetes láda. Nagyon vicces. Én is kidobom. További jó utat, viszlát. Köszönjük. Megjöttünk? Nem, mi még két állomást megyünk. Körülnézhetünk? Igen, majd akkor, ha elindult a vonat. Igen, most szálltam fel. Már is elküldöm. Persze, nem gond. Most? Jó, de maradj ebben a kocsiban. Pisilnem kell, anya! Jól van, gyere velem. Én is megyek. Menjünk mind együtt. Ó! Nem, nem, azt itt hagyhatod. De miért viszed a hátizsákodat? Azért, mert benne van a jegyünk, az igazolványaink és a pénzünk is. Ezekre vigyázni kell. És Teddy? Ő addig őrzi a csomagjainkat. Rendben. Jé, ez a WC. Igen, ez az. Nincs benne túl sok hely. Nem lehet lehúzni. De akkor hogyan öblít? Itt másfajta WC van. Ezzel lehet lehúzni. Kipróbáljátok? Igen. Ó, jó hangos. Mi folyik a vonatból? Nem. Egy nagy tartályban gyűjtik össze a vizet. Én kezdem. Anya, nézd itt az Intercity. Igen, mi is ilyenen utazunk. Na, gyerekek, pakoljatok össze, itt szállunk át. Bori, fogd meg Jakab kezét, és maradj mellettem, jó? Csipkednünk kell magunkat. Jól van. Mert a vonatunk néhány perc múlva már indul is. Ó, elromlott a lift. Akkor menjünk mozgó lépcsőn. Ó, nézd csak, Jakab, nyitva van az ablak. Igen, mert ez egy személyvonat. Nem olyan gyors, mint az Intercity. Szálljunk is fel. Jó! Ezzel megyünk tovább. Igen, ne aggódj, ez már a mi kocsink. Egy kupéban fogunk ülni. Aha! Mi az ablaknál ülünk. Milyen hangosan horkol. Én jövök, a pirossal. Melyik lapot rakjam rá, anya? Jó napot, nem is hallottam önöket. Jó napot, vásárolnak valamit? Igen.
Na jó. Van csokia is? Hát persze. Sima, karamellás és mogyorós. Simát kérek. Én is azt kérek. Rendben, már is adom. Ó, neked is van egy sípod? Kipróbálod? Igen, igen, kérem! Akkor gyorsan, mert ha megállunk, visszakérem. Szerencsés fiú vagy. Köszönöm. Na, meg is jöttünk. Ki száll le elsőként? Én! Gyere, segítek! Így, gyere te is! Nagymama, szia! Köszönöm! Sziasztok! Villám gyorsan ment. Örülök, hogy itt vagytok. És mondd csak, tetszett a vonatozás? Érdekes volt. Végig az ablak mellett ültünk, és anya vett nekünk csokit. Igen, azért maradt még hely a kuglófnak és a kakaónak. Igen. Kérek, kuglóf! A kuglófnak van hely. Magyar hangok. Bekár Adrien, Hámori Eszter, Berec Uwe, Gubányi György István. Magyar szöveg Friedrich Kati. Szerkesztő Horváth Ádám Márton. Hangmérnök Géci Levente. Szinkronrendező Gömöri V. István. A szinkront az MTVA megbízásából a Hangkép szinkron csoport készítette. Bori vonaton utazik. Szia! 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 Jó utat! Sziasztok! Üdvözlöm a nagy éjékat! Jó! Szia, apa! Szia! Apa, mehetünk? Most a vonathoz megyünk! Igen, oda. Bejössz a váróba? Megyek. Add a kezed, Jakab. Akkor kezdődjön az utazás. Na, gyerekek, mindig maradjatok mellettem. Jó! Húzzál engem! Anya, ők mit csinálnak? Az ott a pénztár. Jegyet árulnak és információt adnak. Például a vonatok menetrendjéről és a csatlakozásokról. Oda megyünk mi is? Nekünk nem kell. Én már korábban megvettem a jegyünket. Nézzük meg, melyik vágányról indul a vonatunk. Látjátok a kijelzőt? Mennyi vonat indul innen? Honnan indul a miénk? A 11-esről. Látjátok az 1-est? És mögötte még egyet? Igen, én látom. Akkor keressük meg a 11-es vágányt. Jó! Hűha, jó sok sín van. Anya, most jött egy vonat. Az egy gyors vonat. Megvan, én már látom. 1 és 1, az 11, ugye? Igen, az a jó vágány. Gyertek, inkább menjünk a lifttel. Ne a lépcsőn cipeljük le a bőrönbe. De jó, megnyomhatom. Persze. Lefelé? Igen, az a jó. Juhu. Majd később, ha átszállunk, de előbb vonatozunk. Ó, nézd, Jakab, itt jön egy vonat. Az 5-ös kocsiba szól a jegyünk. A kocsinak van száma? Így könnyebben megtaláljuk a helyünket. Saját helyünk is lesz. Igen, mert váltottam helyjegyet is. De miért? Előre megvettem, hogy biztosan legyen ülőhelyünk. Mikor indul a vonat? Úgy 10 perc múlva. Gyorsan, nehogy lekéssük. Anya, megtaláltam az 5-öst. Nagyon ügyes vagy. Már ismered a számokat? Igen, mindjárt iskolás leszek. És azt is tudod, hogy ez milyen vonat? Nem. Apa azt mondta, sokkal gyorsabban megy a vonat, mint ha autóval mennénk.